Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Bács-Kiskun megyei közgyűlés módosította a Bács-Kiskunban itthon vagy tanulmányi ösztöndíj pályázatról szóló rendeletét, szélesebb kaput nyitva ezzel a pályázók köre előtt. Erről is beszámol a ma esti közéletben Rideg László. A Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke beszél arról is, hogy hogyan érinti a Paks 2 beruházás megyénket, és hogy miért kapta meg a megye az energiatudatos mentor megye díjat. Köszöntöm itt a stúdióban Rideg László elnök urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm Önt is, a tévénézőket is. Az energiatudatos mentor megye díjat kapta meg Bács-Kiskun megye nem is olyan régen a parlamentben. Erről meséljen egy kicsit, elnök úr, mit jelent pontosan ez a díj, és miért kapta meg Bács-Kiskun megye ezt a díjat? Elég összetett a jelző, hogy energiatudatos és mentor a megye. Három megye kapott ilyen díjat a 19-ből, Bács-Kiskunon kívül még Fejér megye, illetve Komárom-Esztergom megye, és ez egy parlamenti nagy ünnepség keretében történt a díjátadás, ahol több mint 400 meghívott vett részt, a köztársasági elnök úr is ott volt ezen a rendezvényen, és a megyéket, ezt a három megyét azért díjazták, mert ez a három megye volt az, köztük Bács-Kiskun megye, ahol a települések bekapcsolódtak ebbe az energiatakarékosságot ösztönző programba, és ebből a három megyéből volt a legnagyobb arányú a részvétel a települési önkormányzatok részéről, illetve a cégek részéről. Bács-Kiskun megyeiből összesen az önkormányzaton kívül még 12 települést, illetve iskolát tüntettek ki, akik dolgoztak ezen a témán, és igazából az egésznek a keretét egyfajta a virtuális erőmű körüli kérdéskör alkotta. Pontosabban az, hogy ezt 10 évvel ezelőtt indítottak egy ilyen programot, amelynek a védnökségét elvállalta a köztársasági elnök úr is így menet közben, és ami arról szól, hogy számoljuk össze azokat a dolgokat, ami az elmúlt időszakban évről évre energiában megtakarítunk. Ezt sokféleképpen lehet, hiszen például egy olyan fejlesztés, ami kevesebb energiát használ föl egy fűtésre, intézményfűtésre, az évesen összeadható, hogyha nem történt volna meg az a beruházás, egyrészt szigetelés, vagy kazáncsere, vagy bármilyen más vonatkozásban, ha az nem történt volna meg, akkor hát mennyivel több energiára lenne szükség ma a működtetéséhez, annak az intézménynek, illetve intézményeknek, vagy gyáraknak, vagy akár egy magánpékségnek, hiszen ők is szerepelhetnek ebben az energetikai spórolásban, megtakarításban. Na most ezeket az el nem használt energiákat összeadják, és ebből kijön egy olyan szám, hogy ebben az évben például már annyi energiát kellett volna előállítani pluszba, ha nem történt volna meg a megtakarítás, amelyik Magyarország mai erőművi hálózatában már a hatodik legnagyobb erőművet jelenteni. Tehát ha nem tennénk meg a megye és azon belül is az intézmények, illetve a vállalkozások azt, hogy spórolnak az energiával, spórolnak a fűtéssel, spórolnak a világítással, izót cserélnek, és így tovább, ezek összeadásából, akkor ma neki kellene állni és létrehozni egy új erőművet, ami persze működhet gázzal, ezzel, azzal, amazzal, ez egy más kérdés, csak hogy gyakorlatilag szükség lenne egy új erőműre, ami ma hatodik, jövőre lehet, hogy ötödik lesz, öt év múlva meg talán akár az ország második legnagyobb erőművével léphetne elő, az az energia szükséglet, amit igazából megspórolnak az emberek. Most ebben mindenki egyénileg is beszállhat természetesen, hogyha nem használja, nem pazarolja az energiákat, ez egy más kérdés, hogy ezt nyilván most nem összesítik ebben a virtuális erőmű programba, de ezek a települések úgy léptek be ebbe a programba, hogy ők is összegyűjtik, odafigyelnek arra, hogy hol lehetne még energiát megtakarítani, ami összeadva óriási energia megtakarítást eredményez országos szinten, és így jöttek ki ezek az erőművi számok is, amit az előbb említettem. Nos, Bács-Kiskun megyében most 12 iskola, illetve önkormányzat került a díjazottak közé, akik a megye kitüntetésén kívül szintén kitüntetésben részesültek a parlamentben.
Egyébként ez azt jelenti, hogy gyakorlatban egy kicsit lefordítva, hogy a megye kis településein vagy településein működő, akár önkormányzatok, akár intézmények tulajdonképpen így összeadták, hogy mennyit spóroltak, mennyit takarítottak meg energiában, hogyan van, ez takarítottak a, meg ez az a energiát? 12 település, uh-huh. illetve intézmény most ebben a ciklusban, de természetesen ez napról napra tágul és bővül ez a kör, aki ebbe belép, és hát ugye Bács-Kiskun megyébe is a megyei önkormányzat koordinálásával beszéltünk már sokszor a topos fejlesztésekről, hiszen volt, van egy megyei keret, és abban például 10 milliárd forint most arra megy, azok a fejlesztések zajlanak, hogy hogyan lehet minél kevesebb energiát fölhasználni, és hát ezek a projektek éppen már egy része átadásra került, hiszen sportcsarnok energetikai megújítása történt, iskolák, óvodáknak az energetikai megújítása, amely évről évre folyamatosan kevesebb energiával működtethető. Nagyon sok intézmény tetejére napelem került föl már, és például a polgármesterek elmondják, hogy évvégén hát 0 forint vagy 200 forintot fizetett a település per év. Az elektromos áramfogyasztásra. Tehát, hogy gyakorlatilag nullára le tudják csökkenteni ezzel a megújuló energetikai fejlesztésekkel az energiafogyasztást. Az energiatakarékos mentor megyeprogram, az jelent valamiféle követendő mintát, és gondolom, hogy a többi megyének, a többi kis településnek példát nyújtanak ezek a kis települések, intézmények. Így van, intézmények is, a települések és a megyei önkormányzatok is, ez a három megyei önkormányzat a többiek számára, hiszen ne felejtsük el azért a legfontosabb emberi hozzátartozik ahhoz a egyik tulajdonság, hogy kövessük a jó példát, és hogyha példát tudunk mutatni, akkor biztos, hogy sokan fogják ezt másolni. Ha jó példát, akkor a jó példát, hogyha rossz példát mutat valaki, akkor természetesen nyilván a rossz példának is lesznek követői, de én azt hiszem, ez az energetikai spórolás, illetve megtakarítás, ez mindenképpen hasznos. Kimélje a környezetünket, gyakorlatilag olcsóbbán, egy idő után olcsóbbá tehető, vagy lenullázható akár a költségek része. Azért környezettudatosság, környezetvédelem témakörében mutat másként is példát az önkormányzat, például már PET palackmentes a Bács-Kiskun megyei önkormányzat, ha jól így tudom. Így van, tehát rendezvényeinken nem használunk már PET palackokat, és erre hívtuk föl a megye összes településének vezetőjét is, hogy kövessék ezt a példát is, bízva abban, hogy egyre többen fogják ezt a kevésbé újrahasznosítható, vagy jó része nem újrahasznosuló anyagot használni, hiszen megoldható ez anélkül is. Másik nagy témánk ma a megyei ösztöndíjrendszer, a Bács-Kiskunban itthon vagy pályázat. Egyre szélesedik azoknak a köre, akik pályázhatnak. Hogyan, mi módon szélesedett ki a pályázók köre? Ez a Bács-Kiskunban itthon vagy, ez olyan program, amelyet évekkel ezelőtt kitaláltunk arra, hogy a ma iskolapadban ülőket tartsuk munkaerőként, majd a megye határon belül. És ugye most elfogytak, vagy nagyjából elfogytak már azok a szabad emberek, akik akár közmunkásként, akár még közmunkásként sem bevonhatók a munkavilágába. Tehát a munkanélküliek ma már gyakorlatilag nincsenek, és ez egy újabb szelet, ma még iskolapadot koptató közép, vagy éppen felsőfokú tanulmányokat folytató diákok, akiket itthon tudunk tartani Bács-Kiskun megyébe, azzal, hogy támogatjuk őket egy ösztöndíjjal, aminek csupán annyi a feltétele, hogy az elvégzése után ugyanannyi ideig dolgozzanak Bács-Kiskun megye határain belül, mint ahány hónapig kapták ezt az ösztöndíjat. És fél éves ösztöndíjat egy összegbe tudunk fizetni, ez azt jelenti, hogy egy-egy tanulmányi fél évre, tehát 5 hónapra 250-250 ezer forintot kaphatnak a diákok az előbb említett feltétellel, és annyiba tágult ez a lehetőség, hogy az eredeti kiírásban nem szerepeltek például a felnőtt képzésen résztvevők, most már a korhatárt is megemeltük, tehát nem csak
20 éves korig lehet pályázni, hanem nincs felső korhatára, tehát aki most szerez akárhány évesen, akármilyen szakmai végzettséget, akkor ők pályázhatnak erre az ösztöndíjra, és ezáltal a lehetőség is több. A mostani fél évre több mint 300 pályázat érkezett már be, és hát én úgy gondolom, hogy a hiánypótlás most még egy-két hetet igénybe vesz, és utána megkapják az erre a tanulmányi fél évre járó ösztöndíjaikat is a diákok. Egyszerűsítettük a rendeletben a papírmunkát is, hogy minél kevesebb ilyen papír fogjon, azzal is kíméljük a környezetünket, meggyorsítjuk az adminisztrációt. Szinte munkaerő piaci kérdésekhez kapcsolódott az a HR konferencia, amelyet nemrégiben szerveztek. Mi motiválta önöket arra, hogy egy ilyen HR konferenciát szervezzenek, milyen kérdéskörökkel kellett foglalkozni, és kiknek szólt ez a lehetőség? A megyei topos keretben volt annak idején egy igen jelentős tétel, amely arra azt a célt szolgálta, hogy a megyében állástalan munkanélkülieket hogyan vonjuk be a munkavilágába. Na most ennek a programsorozatnak a keretében történt most meg ez a HR konferencia, amire a megyebeli cégvezetőket vártuk, és ők jöttek el. Olyan cégek vezetői, tehát például a top 100 megyei top 100-os meghívottak voltak ott, akiknek azt mondták el a szakemberek, hogy hát megváltozott minden, amit ők is érzékelnek, hiszen két évvel ezelőtt még rengeteg ember közül választhattak, hogy kit vesznek föl a munkahelyre. Ma ez a kényelmes vezetői hely szempont, ez megszűnt, tehát most már nem válogatás van, hanem szinte keresik, lasszóval fogják az embereket, és hát nyilván illik, vagy igyekeznek megtartani is a cégnél, mert ha meg tudják tartani, akkor nem kell újakat keresni, nem kell hirdetésre költeni, fejvadász cégre költeni, és így tovább. Tehát egyszerűsödik az életük, hogyha a már meglevő dolgozókat megtartják. És az ő szemléletüket szerették volna, és remélem, hogy sikerült jó néhány gondolattal a tegnapi konferencián ezt átállítani egy kicsit, hogy másképp kell gondolkodni ma már a vezetői szemmel is, a munkát vállalókkal való kapcsolattartásban. Hogy mennyire fontosak lettek az emberi tényezők, mennyire fontosak lesznek majd, hogy most már nem az a divat, és az nem csak nyugaton értendő úgy, egyre nagyobb az igény arra, hogy megszűnjön például az, hogy a 8 órás munkaidő legyen, hogy beül, amikor beül, elkezdi a munkát, amikor elkezdi, és 8 órán keresztül dolgozik, majd 8:00-kor eldobja, amit éppen tart a kezébe, és hazamegy. Nem, nagyon sok olyan munkakör van, ami folyamatosan átalakul, születnek új munkakörök, amelyek eddig nem voltak, szűnnek meg régiek, amire már nincsen szükség, és fölmerül éppen a kisgyermekes anyák esetén is például az otthoni munkavégzés lehetősége. És azt prognosztizálták ott a szakemberek is, hogy néhány év múlva már a munkát vállalóknak közel egyharmada otthoni munkából fog dolgozni. Nyilván ez egy más szemléletet, egy bizalmat is feltételez, hogy a munkaadó és a munkavállaló megbízik egymásba, hogy tényleg meg is oldja azokat a feladatokat, tehát nem kell bennülni a különösen szolgáltató cégnél, hiszen minek, hiszen mindenki a laptop előtt dolgozik és végzi a tevékenységét, és hogy teljesen más szemléletre van szükség, hogy ezt azért tudomásul vegyék a cégtulajdonosok. Számukra különösen azért fontos, mert ugye a cégtulajdonosok egy része is hát kevésbé barátkozott még meg a digitális világgal, és hát a következő években ez napról napra egyre nagyobb szeletét fogja elvenni, vagy kitölteni inkább a munkaidőnek és a munkáltató és a munkavállaló közötti kapcsolattartásnak. Az emberi dolgokkal, hogy milyen kényelmi, vagy milyen egyéb lehetőségeket biztosít a munka, a cég a munkavállalónak. Lehetővé teszi-e például az anyukáknak nem csak az otthoni dolgozást, hanem akár a olyan munkaidő szervezést, hogy egyik nap ennyit van benne, a másik nap annyit, és egy olyan munkaidő keretet használ ki, hiszen a gyerek beteg lehet, stb. El kell érte menni, hozni, vinni.
Tehát, hogy teljesen egy olyan rugalmas szemléletet kíván meg, és erre most kell átállni, most lehet átállni a munkáltatóknál, hiszen megváltoznak a körülmények. Ha a dolgozója ott hagyja, mert azt hiszik sokan, hogy a fizetésért váltanak legtöbben munkahelyet. Kiderült, hogy ez nem igaz. Tehát nem a fizetésért, hanem a körülményekért. És a körülmények, a munkakörülmények, azok nagyon tágasak. Nem csak a munkaruhát, meg a védőitalt, meg a nem tudom én micsodát foglalják magukba, hanem ezt az érzést, azt az élményt, amivel hazamegy a dolgozó. És a másik meglepő szám volt, legalábbis én úgy néztem ott a cégvezetőkön, hogy igazából hogyan keresnek munkát a munkavállalók, és a legnagyobb szelet, a legnagyobb része a munkavállalóknak a személyes ajánlás után ment, tehát hogy a szomszédja, a barátja mondta, hogy gyere ide dolgozni, mert érdemes. Mert itt normális a főnök, normálisak a viszonyok, tehát ismét egy ilyen élményről, vagy egy ilyen érzetről szerzett személyes benyomások után, tehát nem a reklámokból és nem a hirdetésekből megy a legtöbb ember a munkahelyre, hanem azért, mert azt mondja neki valamelyik ismerőse, hogy ő jól érzi ott magát, gyere ide te is dolgozni. És ugye ezt, hogy jól érzem magam, ez egy nagyon összetett dolog, ez legkevésbé, vagy hát nem elsősorban a fizetéstől függ. Hát ez rengeteg helyen téma most, ugye az atipikus foglalkoztatási formák, a home office munka, hiszen mind égető kérdés Bács-Kiskun megyében és minden településen, minden munkaudánál, azt gondolom, úgyhogy biztosan sokat fogunk még erről is beszélni. A következő témánk az következő uniós ciklusra történő felkészülés, hiszen 2021 és 27 között egy következő fejlesztési időszakra kell majd felkészülnünk, illetve ekkorra kell felkészülnünk. Hogyan zajlik ez? Mi a stratégia, milyen lépései vannak ennek a felkészülésnek? A minden uniós fejlesztési ciklusnak, ennek a 7 éves ciklusnak van egy bevezető szakasza is, és ma már a kormányrendeletek is előírják, hogy március végéig például le kell tennie az illetékes miniszternek ezeknek a lépcsőit, a lépéseit, hogy hogyan is történjen 19-be, 20-ba, mert hogy 21-be indul a következő uniós fejlesztési ciklus. Amit biztosan lehet már tudni róla, hogy abban olyan fejlesztéseket fog az unió támogatni, ma körülbelül negyed részében, de szerintem a következő években ez gyarapodni fog, lehet, hogy akár a harmadrész, vagy még annál magasabb arányban is, ami a klímavédelemmel összefüggő pályázati célok lesznek meghatározva. Na, rendben van, de az előkészítésben nekünk most kell megfogalmazni, hogy milyen fejlesztési elképzelések vannak akár a megyébe, akár más területeken, konkrétan az építési tevékenységekre is, illetve hát logisztikai tevékenységekbe is, hogy miket szeretne a megye, milyen fajta fejlesztéseket megvalósítani, és hát majd megszületik a kormánydöntés természetesen, hogy milyen kiírások lesznek. Tehát, hogy lesznek-e ismét ilyen operatív programok, vagy egy nagy lesz ilyen, vagy sok kicsi, vagy még több kicsi, mint amilyen most volt, illetve hogy ezek melyik fajták lesznek. Tehát ágazati operatív programok lesznek, területre lebontott operatív programok, tehát például, mint hogy egy adott megye területén használható föl az az összeg, vagy teljes ország területén. Most az uniós ciklusban 15%-a a teljes uniós költségvetésnek volt az, ami területhez kötött volt, és a többi része az országos, vagy éppen ilyen nagy állami projekteket szeretne a kormány majd megvalósítani, mert akkor ilyen célzott, kiemelt támogatások formájában lehet hozzájutni az uniós tevékenységhez. Úgyhogy mi is megkérdeztük a szakmai szervezeteket, megyebelieket természetesen, megkérdeztük a településeket, hogy milyen nagyságrendű fejlesztésekre gondoltak, és közel 600 milliárd forintos összeget gyűjtöttünk össze, és ezt továbbítottuk, hogy ilyen fejlesztési elképzelések körvonalazódnak ma, tehát 19 tavaszán Bács-Kiskun megyébe. Csak legyen rá forrás. Le. Végezetül még záró kérdéskörként beszéljünk arról, hogy a Paks 2 beruházás hogyan érinti Bács-Kiskun megyét, hogyan vesz részt Bács-Kiskun megye, ugye a környezők
környező megyék összefogásában mi az, ami miatt érint minket ez a beruházás, milyen területeket érint a közös munka? Hát beszéltünk már arról, hogy a Paks második ütemének megépítése, ami a tervek szerint néhány év múlva megkezdődik, azért ez egy elhúzódó folyamat, tehát nem egyéves építkezésről van szó, viszont folyamatosan egyre bővülő például munkás létszámot igényel. Ez a csúcsidőszakra 8,500 a tervezés szerint, 8,500 ember fog egyszerre dolgozni az építkezésen, és hogy hát ez a munkaerő, ez ma valahol van. Aki majd oda megy, ott egy űr és hiány keletkezik azokon a helyeken, ahonnan oda mennek. Tehát ők nem most ott állnak Paks várostáblánál, és várják, hogy elinduljon a lehetőség az építkezésre. Úgyhogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet ezt csökkenteni, ezeket a feszültségeket, hogy ne egy vákum keletkezzen a környező megyékbe. Milyen szakmákra lesz szükség, milyen szakmai képesítésre lesz szükség, mert azokat kell most akkor elindítani, hogy 3-4 év, 5 év múlva ezek a középfokú vagy felsőfokú végzettségű emberek azért termelődjenek ki, és legyenek. Tehát legyenek ilyenek, akiket oda lehet majd vinni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy összehangolást igényel, hiszen ez a megközelítés, ez szinte, ha Kalocsa fogtőnél megépül a Dunahíd, már pedig az előbb fog megépülni, hogyha az megépül, akkor Kalocsa közelebb lesz Pakshoz, mint a megyeszékhelyük, mint Szekszárd. Tehát Kalocsáról 10 perc alatt át lehet biciklivel menni, biciklivel át lehet menni Paksra, tehát a hídon keresztül, úgyhogy ez az egy eszméletlen nagy lehetőséget biztosít Bács-Kiskun megyei termelőknek, gazdálkodóknak, hiszen azért, bocsánat, ezt a plusz 8000 embert, 8 és felett fél ezeret, ezt azért, hát enni is szeretne, stb., tehát mindenféle szükségletet túl a szálláson, utazási és turisztikai kínálatokat állítunk össze. Elkezdődött az egyeztetés, megtörtént a megyék között 2 ilyen egyeztetés már, és folyamatosan a hónap végén is lesz egy következő, ahol a téma szakemberei a megyékből ülnek össze, és egyeztetik azokat a lehetőséget, hogy melyik megye mivel tud hozzájárulni, milyen kínálati portfóliónk van, amivel be tudunk segíteni a Pakson élő, vagy majd Pakson lakó, vagy majd Kalocsán lakó, vagy a Kalocsa környéki településeken, hiszen gyakorlatilag az összes szállást el fogják foglalni. Új, hát az talán túlzás, hogy városok, de új részek fognak ott kiépülni számukra, arra jó néhány évre, amíg ott dolgoznak, és hogyha ezeket új házakat kell építeni, új lakásokat kell építeni, és ennek az egésznek a logisztikája egy nagyon nagy feladat mindenki számára. Erről is bizonyosan sokat fogunk még beszélni. Elnök úr, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, én is köszönöm, és megosztottam szépen mindezt a nézőkkel. Kedves nézőnk, ennyi fért a Közélet mai műsorába. Én már megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét mindannyiuknak. Viszontlátásra!